Az új szakképzési rendszerben a képzések keretében megszerezhető képesítések rugalmas munkaerőpiaci alkalmazkodást tesznek lehetővé felnőttek számára. Ezek a korábbi rendszer tanfolyami képzéseihez hasonlóan viszonylag rövid idő alatt kisebb óraszámban teszik lehetővé az eredményes felkészülést. Az oktatási napok nagyon rugalmasak, munka mellett is végezhető képzések ezek, ugyanis általában heti egy jelenléti napot kíván délután, 15 órától 19 óráig, és a többi része a képzésnek online formában valósul meg. Változó, hogy milyen előképzettségre van szükség. Van, ahol 8 általános iskolai végzettség, míg máshol érettségi vizsga kell a bemeneti feltételek teljesítéséhez. Van olyan, ahol ezen kívül szakmai előképzettségre, illetve gyakorlatra is szükség van. A Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó iskolák fontos feladata, hogy minél több felnőtt számára biztosítsák a szakma, illetve szakképesítés megszerzésének lehetőségét, mondja Csapó Gábor főigazgató. Olyan felnőttekre gondolunk, akik át szeretnék képezni magukat, tovább szeretnének tanulni, tovább képeznék magukat, de azokra is gondolunk, akik csak egyszerűen a harmadik lábon vagy további lábon szeretnének állni. Azt gondolom, hogy vonzók ezek a lehetőségek. Vonzók ezek annyiban, hogy aki a szakképzési centrum, illetve intézményeiben tanul, azok számára az első két szakma, illetve szakképesítés ingyenes. Másrésztről annyiban is, hogy ezekbe a képzésekbe gyakorlatilag bármely életkorba be lehet kapcsolódni. Ami a szakmai oktatást illeti. Azt gondolom, hogy nagyon rugalmas ez a képzési kínálatunk, hiszen azok, akik bekapcsolódnak ezekbe a képzésekbe, azok gyakorlatilag a munkarendjükhöz alkalmazkodó képzésben tudnak részt venni, hiszen esti, illetve hétvégi időpontokban zajlanak ezek a képzések. De ami talán az egyik legfontosabb és a legvonzóbb, hogy ezek a képzések, ha volt korábbi előélete a jelentkezőnek, a felnőttnek, akkor ennek a figyelembe vételével akár negyedére is le tud csökkenni. A képzések felnőttek esetében esti, hétvégi időpontban zajlanak, és bizonyos szakmai tartalmak esetében lehetőség van a tananyag e-learninges elsajátítására. Arra is van mód, hogyha az oktatásban résztvevő az adott területen dolgozik, az őt foglalkoztató vállalkozás is részt vegyen az edukációban duális partnerként. Ami a palettát illeti, 8 iskolánk kínálja a képzéseket, a szépészettől, a gépészeten keresztül, a gazdálkodás menedzsmenten keresztül rendkívül sok ágazatban tudunk képzéseket kínálni. Ha ma a legnépszerűbbet kellene elmondanom, akkor azt gondolom talán a villanyszerelő egyértelműen, ami viszi a prímet, de nagyon-nagyon népszerű például a kozmetikus szakma is. A korábbi tanfolyami képzésekhez hasonlítható tanítási forma bizonyos munkakörök betöltésére jogosító szakképesítés megszerzését teszi lehetővé. Büszkén mondom, hogy a mi palettánkon több mint 20 ilyen szakképesítés szerepel már, és ahogy jönnek az igények a munkaerőpiacról, illetve a megrendelőinktől, úgy egyre több képzést veszünk fel a palettára. Ma talán a legnépszerűbb képzésünk a vállalkozás és mérlegképes könyvelő. Ezt is, és az összes többit is nagyon szívesen ajánlom a kedves nézőknek. Érdeklődni pedig a tmsc.hu honlapon tudnak, illetve bármelyik iskolánkba bekopognak és segítünk.